Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Föltámadt Krisztus, halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Ezen szent hajlékért, és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal, és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért, és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Uram, irgalmazz! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Téged, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok dicséretet az ő nevének, tegyétek dicsőségessé dicséretét az Isten szülő imájától. Üdvözítő, üdvözíts minket, könyörüljön rajtunk az Isten és áldjon meg.
testesülni kegyeskedtél, változatlanul emberré lettél, megfeszítettél, Krisztus Istenünk, legyőzted halállal a halált, ki egyike vagy a Szent Háromságnak, az Atyával és Szent Lélekkel, együtt dicsérendő, üdvözíts minket! Áldottad a szenteidbe menetele, öröktől fogva most és mindenkor és örökön örökké. Bölcsesség, igaz hívők! Gyertek, imádjuk Krisztust, és boruljunk le előtte! Üdvözíts minket, Isten fiú, aki halottaidból feltámadtál, énekelünk néked! Alleluja! Vigadjanak a mennyeiek, és örvendezzenek a földiek, mert az Úr a maga jobbjával új birodalmat teremtett nekünk, és legyőzvén a halált a holtak első jelön, ki a pokol mélységéből kiszabadított minket, és a világnak gazdag kegyelmet az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek. Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán, szörnyen ellankadt lelkemet emeld föl, a te isteni pártfogásod által, mint hajdan az ína szakadtad és fölemelted, hogy üdvöt nyerve kiáltsam néked, irgalmas Krisztusom, dicsőség a te hatalmadnak. Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Bárha sírba is leszálltál halhatatlan, de a pokol hatalmát megrontád, és föltámadtál, mint győzedelmes Krisztus Isten, a kenet hozó asszonyoknak mondván örvendjetek, és apostolaidnak békét ajándékozván, föltámasztád az elesetteket. Mert szent vagy te, mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk, Szent Isten, figyelmezzünk, békesség mindnyájatoknak, bölcsesség, figyelmezzünk. Legyen rajtunk, Uram, a te irgalmad, amint benned bíztunk, amint benned bíztunk. Bölcsesség. Szulok cselekedeteinek olvasása. Figyelmezzünk! Ekkor történt, hogy Péter mindenhova elment, így a Liddában élő hívőkhöz is eljutott. Ott egy Énász nevű béna emberre akadt, aki már 8 éve ágyában feküdt. Péter megszólította: Énász, Jézus Krisztus meggyógyít, kelj fel és vesd be ágyadat,
az nyomban fel is kelt. Lidda és Száron lakói mind ismerték őt, és az Úrhoz tértek. Joppéban volt a tanítványok között egy asszony, Tabitának hívtak, ami annyit jelent, mint Dorkász, azaz gazella. Sok jót tett, és gyakorolta az irgalmasságot, épp ezekben a napokban megbetegedett és meghalt. Megmosták és az emeleti teremben kiterítették, mivel Lidda közel esik Joppéhoz, és a tanítványok meghallották, hogy Péter éppen ott van, elküldtek hozzá két férfit ezzel a kéréssel. Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere el hozzánk! Péter rögtön útnak indult velük, amikor megérkezett, fölvezették az emeleti terembe. Itt körülvették az özvegyek, és siránkozva mutatták neki azokat a ruhákat és köntösöket, amelyeket még élt Dorkász készített neki. Péter kiparancsolt mindenkit, majd térre borult és imádkozott. Aztán a halotthoz fordult és felszólította, Tabita, kelj fel! Azt kinyitotta a szemét, s amikor meglátta Pétert, felült. Péter kezét nyújtotta neki, fölegyenesítette, aztán behívta a szenteket, meg az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy élt. A dolognak híre futott egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Békesség néked, bölcsesség, figyelmezőn! Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot. Szent János Evangéliumának olvasása. Bölcsesség néked, Uram! Figyelmezzünk! Abban az időben fölment Jézus Jeruzsálembe, volt pedig Jeruzsálemben egy fürdő, mely zsidul Betszajdának neveztetik, és 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, bénák nagy sokaságai, kik a víz hullámzását várták, mert az Úr angyala időnként leszállt a tóba, és hullámzásba jött a víz, és aki először szállt be a tóba, a víz hullámzás után meggyógyult, bármilyen betegségben sínlődött. Volt pedig ott egy ember, ki már 38 esztendő óta betegeskedett, ezt Jézus feküdni látván, és tudta, hogy már sok idő óta így van, kérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Felelte neki a beteg, Uram, nincs emberem, ki midőn a víz hullámzásba jő, engem a tóba bocsásson, mert míg én odaérkezem, más száll be előttem. Mondta neki Jézus, kelj föl, vedd ágyadat és járj, és azonnal meggyógyult az ember, és fölvette az ágyát, és járni kezdett. Szombat volt pedig azon a napon, mondták azért a zsidók a meggyógyultnak,
szombat van, nem szabad fölvenned ágyadat, felelte nekik, aki engem meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Kérdezték tehát őt, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, vedd ágyadat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, ki volt az, pedig mert Jézus eltért a ma helyen lévő népseregtől. Azután Jézus a templomban találta őt, és mondta neki, íme meggyógyultál, most már ne vétkezzél, nehogy valami rosszabb történjék veled. Elment az az ember, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, ki őt meggyógyította. Kedves testvérek, a gyógyító és a gyógyulásra váró találkozik ezen a mai napon, és fölteszi a gyógyító azt a legfontosabb kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni. Először azt gondolhatnánk, hogy milyen furcsa, talán butának tűnő kérdés ez, hogy ne akarna meggyógyulni. Azonban 38 esztendő óta betegen fekszik egy gyógyulásra lehetőséget adó helynek a közelében. Talán el is csüggethet. Talán azt mondhatja, hogy én már föladom. Nagyon fontos kérdés ez, akarunk-e, szeretnénk-e meggyógyulni. És a kérdés még inkább aktuális akkor, amikor körültekintünk a világban körülöttünk lévő helyzetre, és ki kell mondanunk, hogy igenis akarunk meggyógyulni. Valahogy mi is az evangéliumban szereplő emberhez hasonlóan valahogy válaszolnunk kell erre a nagyon fontos kérdésre. Ki akarunk-e tartani? Amikor azt gondoljuk, hogy már elcsüggettünk teljesen, akkor akarunk-e még tovább kitartani? Amikor úgy képzeljük, hogy sokáig vagyunk bezárva otthonainkba, lakásunkba, akkor vajon akarunk-e még, szeretnénk-e még inkább kitartani és túlélni? Vagy ha úgy tetszik, találkozni a gyógyító Jézussal. A gyógyító és a gyógyulásra váró találkozik ma. És a mi életünkben is azt gondolom, hogy valahogy ez a kettő, a Krisztus jön el ma hozzánk, és kérdezi tőlünk, akarsz-e meggyógyulni. Én azt kérem, és azt kívánom, hogy a legutolsó pillanatig mindig a Krisztusban tudjunk bízni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, akarunk meggyógyulni, és akarunk kapcsolatba lenni, kapcsolatba lépni a feltámadt Krisztussal. És aztán egy másik oldala ennek a történetnek, hogy elpanaszolja ez a szerencsétlen ember, hogy midőn a víz hullámzásba jő, nincs, aki odavigye őt a gyógyulás forrásához. Nincs az, aki segítsen rajta. Azt is mondhatnánk, hogy 38 esztendő óta talán több ezer vagy több tízezer lehetősége lett volna azoknak, hogyha kiszámítjuk, hogy nap mint nap hányszor lehetett volna segíteni ennek az embernek, ezen az emberen, ha kiszámítjuk, több ezer, több tízezer lehetősége lett volna az őt körülvevőknek arra, hogy segítsenek rajta, és oda vigyék a gyógyulás forrásához pontosan akkor, amikor neki szüksége van erre. Bizony egymásra vagyunk utalva, és egymás felé, és egymás közelében kell, hogy a szeretetünket, a gondoskodásunkat, a segítségünket ki tudjuk fejezni. Amikor ezekben a napokban a vírussal terhelve vagyunk, akkor olyan jó példákat hallok,
És olyan szép az, hogy nem úgy állunk a segítséghez, mint talán azok az emberek, akik nem segítettek ezen az inaszakadtan. Számtalanszor hallom, hogy fiatalok keresnek fel idős embereket, segítenek bevásárolni. A segítség meg annyi formáját próbáljuk különböző csatornákon eljuttatni azoknak az embereknek, akiknek talán csak egy mosolyra, egy vigasztalásra, vagy talán valamiféle fertőtlenítőszerre, egyéb segítségre, egy arcmaszkra van szüksége, akármilyen módon, de az összefogásnak olyan fontos és olyan szép példáit látom. Az én számomra ez a mai evangéliumi idézet jelenti mind a kettőt. Vegyük észre azokat, akik segítségre szorulnak, és erősítsük önmagunkban azt a fajta segíteni való szándékot, amivel egymás szolgálatára tudunk tenni. Olyan jó látni és tapasztalni, hogy működik az a segítség, amivel egymásra figyelünk. Erősítsen minket a feltámadt Krisztusnak az öröme, erősítsen minket az az üzenet, amit egymásnak mondunk, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, ahogy szoktuk mondani, ez erősítsen minket ebben a munkában. Az ő örömét, az ő reménységét tudjuk ilyen szeretettel, ilyen szolgálattal elvinni akárki felé, az idősek felé, a csüggedők felé, azok felé, akiknek akármilyen szükséget szenvednek, akik akármilyen szükséget szenvednek, bárki felé ezt a reménységet, ezt az örömöt tudjuk most a napokban valósággá váltani. Adja az ember szerető Isten, hogy legyen embere azoknak, akik rászorulók körülöttünk, hogy mi, amikor a víz hullámzásba jön, amikor lehetőség van arra, hogy valakin segítsünk, akkor meg tudjuk tenni ezt a segítséget. Az ember szerető Isten erősítse mindannyiunkat, hogy így együtt közösen tudjunk működni. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, atyáinknak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy érgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Könyörögjünk még Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, lelki atyáinkért és Krisztusban minden atyánk fiáért. Irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk még az itt jelenlévő, s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Oh.
senki sem méltó azok közül, akiket egy testi kívánságok, gyönyörűséget lekötve tartanak, hogy hozzájáruljon, vagy közeledjék, vagy neked szólni egy dicsőség királya, mert neked szolgálni nagy és rettenetes maguknak a mennyei erőknek is. Mindazonáltal kimondhatatlan, még méretetlen ember szeretetlennél fogva, minden változás nélkül emberré lettél, főpapunknak neveztettél, mint a mindenek ura, átadtad nekünk ezen szolgálati vérentársnak a jelzett bemutatása. Urunk Istenünk, te egyedül uralkodsz az földieken kikerült trónomról, osztatod, hogy a Szeráfok ura Izrael király egyetlen szent vagy szentekben nyugszol. Kérlek, tehát kegyedül vagy ő, és kegyesen meghallgasztak, és rám bűnös és méltatlan szolgára. Tisztíts meg lelkemet, szívemet, a rossz lelkiismerettől, szent lelked erejével tégy alkalmasságát. Az áldozó papi rendkegyelmével felruháztattam, hogy ezen szent asztalod előtt álljak, és feláldozom szentsége szeplőtelen testedező drága véredet. Mert meghajtott fővel járulok hozzá, és kérlek, ne fordítsd el tőlem orcádat, s a gyermekeid közül ki ne zárj, hanem tégy méltó engem bűnös és érdemetlen szolgádat. Ne bemutassam, mert te vagy a feláldozó, feláldoztatsz, elfogadom, senki kiosztatsz. Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitánkról és Atanász püspökünkről, az összes papságról és az egész egyházi rendről. Ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű, alapítói és jótevőiről, és ti rólatok mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most és mindenkor és örökkön örökké. Te szülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Mondd a lelkednek. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy szent, hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberré lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtokat, és az ő országának nem lesz vége.
és a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. A békesség irgalmát, a dicséret áldozatát. A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Emeljük föl szívünket, emeljük az Úrhoz, adjunk hálát az Úrnak. Méltó és igazságos, imádni az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, az egyvalóságú és győzelméneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván. Szent, 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 a seregek ura, teljes az ég és a... Uram Jézus Krisztus Isten, fia kegyelmet. Ezekkel a boldog seregekkel, ember szerető uralkodó, mi is kiáltjuk és mondjuk, szent vagy és legszentebb. Te egy szülött fiad és a te szent lelked. Szent vagy és legszentebb és magasztosad a dicsőséget, kivilágodat úgy szeretted, miképp egy szülött fiad adtad, hogy mindez, aki őben elhisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki eljövén és irántunk mindenütt gondozás betöltvén azon éjjel, melyen átadatot, vagy inkább önmagát adta át a világ életéért. Szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe vevi a kenyeret, hálát adván, megáldván, megszentelvén és megtörvén, szent tanítványai és apostolainak ad elmondván. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Amen. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Amen. Tieidet a tieidből néked ajánljuk föl, mindnyájunkért és mindenekért. Téged éneklünk, téged áldunk. Felajánljuk még neked ezen okos és vérontás nélküli szolgálatot. Kérünk, könyörgünk, esedezünk, küld le szent lelkedet ezen előtted levő ajándékokra. Szent lelkedet három órakor apostolaidra leküldötted, nem eddel törvünk sok. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, az igaz lehetőségben és részeimben. Ne vessen engem színed elől, szent lelkedet neveddel tőlem. És tedd ezt a kenyeret Krisztusod drága testévé, amely kejbe van Krisztusod drága vérévé, átváltoztatván a te szent lelkeddel. Kiváltképpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriáért. Angyal kiáltál, kegy teljesnek, legtisztább szent szűz örvendez, és ismét mondom örvendez, mert fiat föltámad.
és te gyönyörködjél, tiszta Isten szülő, fiat föltámadásán. Az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról, és Isten szerető Fülöp metropolitánkról és Atanász püspökünkről, s tartsd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igének helyes hirdetésére. És mindnyájunkról, és mindenekről, és mindenekről. És add, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, Atyánknak nevezni és mondani. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak. És a te lelkednek. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. A te egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Figyelmezzünk, szentség a szenteknek. Egy a szent, egy az Úr Jézus. Megtöretik és megosztadik az Isten báránya, az Atyának fia. Ki megtörhető, de meg nem osztható, ki mindenkor eledelő szolgál és soha el nem fogyasztható, ki a benne részesülőket megszenteli, Szentlélek hitének teljessége. Között az első én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint a magonosztevő megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kározatomra a te szent titkaidban való részesülés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos és elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára, s az örök életre. Amen.
Dicsérjétek Istent, Istent a mennyekben, dicsérjétek őt a magasságban, halleluja. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek föltámadt Krisztus. Föltámadt Krisztus, halottaiból legyőzte halállal alatt, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Íme, ez illeti ajkaitokat, elvétetnek gonoszságaitok és bűneitektől megtisztultok. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Támad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Támad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Áldottam Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor, és örökkön örökké. Igaz hívők részesülvén Krisztusnak szent legtisztább, halhatatlan mennyei elevenítő és félelmedes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Uram, irgalmazz! Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Ezen egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Téged, Uram! Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Békével távozzunk, az Úr nevében, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmazz! Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házadékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyd el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, magyar hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled, a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Oh,
gyermekkorunktól kezdve az édesanyák azok, akik a szeretetükkel, a gondviselésükkel támogatnak minket. Mindig olyan jó visszaemlékezni édesanyám mosolyára, gondoskodására. Sokan vagyunk ezzel így, azt gondolom. Nagymamáink szeretetére is ugyanígy. Ezekben a napokban most nagyon nehezen, vagy nem igazán tudjuk őket megölelni, megköszönni nekik ezt a megannyi gondoskodást, és olyan szép és olyan megnyugtatónak érzem azt, amikor az Isten szülő Máriára, a mindannyiunk égi édesanyjára gondolunk, hogy ezekben a nehéz és kiszámíthatatlan helyzetekben is ő támogatja a test szerinti édesanyákat, édesanyáinkat, ő támogatja itt a földi édesanyákat és nagymamákat. Én minden édesanyának, nagymamának azt szeretném, vagy azt kívánom, azt szeretném kívánni, hogy ne csüggedjenek el, ne szomorodjanak el, ne keseredjenek el, hiszen a mennyei édesanyánk, az Isten szülő szűz, aki látta a fia szenvedését, és látta az ő föltámadását is, ő az, aki ma is gondot visel ránk. Úgy hiányoznak innen a templomból azok a édesanyák és a nagymamák is, akiket köszönteni szoktam. Legyen ez a köszöntés most az övék is, legyen ez a köszöntés az én saját édesanyám köszöntése is, és hát mindannyiunk közelében élő, ilyen szeretettel minket ápoló és óvó édesanyák és nagyszülők, nagymamák köszöntése is. A legfontosabbnak tartom azt, hogy mindig őrizzük meg a derünket, és várjunk türelemmel arra, hogy a gyermekeinket és az unokáinkat majd magunkhoz tudjuk ölelni. Biztos vagyok benne, hogy eljön ez az idő is, Isten éltesse és óvja az édesanyákat. Bölcsesség! Tündökölj, tündökölj, mennyei Jeruzsálem, mert az ordics fénye fölötted fölvirrat, örvenj mostan és vigadozz, új Sionhegy, és te gyönyörködjél tiszta Isten szülő fiat föltámadásán. Föltámad Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált. A sírban lévőknek életet ajándékozott. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, ki föltámad halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Az ő legtisztább anyjának, szent életű és Isten éhlegységű atyáinknak, és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és embert szerető. Amen. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Föltámad Krisztus. Valóban feltámad. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.